A háromszoros bajnok, Bányi Csaba, 9 éve játszik, az egyetemi tanulmányai során ismerkedett meg a sportággal. Az első Európán kívüli versenye egy hónapja volt, amit Thaiföldön rendeztek meg. Elmondta, a Techball egy magyar fejlesztés, valamint a Nemzetközi Techball Szövetség székhelye Budapesten található. A szabályok között nagyon fontos, hogy két nyert 12 pontos szettig tart egy mérkőzés. Egy szettet egy ponttal is elég megnyerni, kivéve a döntő szettet, amit kettővel kell. A szerválásra kétméteres vonal mögül két lehetőség van. Talán ezek a legfontosabb szabályok, valamint egymás után kétszer ugyanazzal a testrésszel nem szabad beleérni, ami a technikásságot fejleszti nagyban, úgyhogy a labdarúgók is előszeretettel alkalmazzák ezt. Négyen jöttünk, mind a négyen világbajnoki címmel gazdagítottuk már Magyarországot, és körforgóban fogunk egymással játszani mindenki, és így játszunk majd párost. A Bonyhádi Sportcentrum vezetője Köllő Roland elmondta, hagyományt szeretnének teremteni az eseménnyel. A barátokkal szoktunk játszani lábteniszt, illetve tengót, és szövetségi kapitánnyal Paksról mindig át szokott jönni, és ő a Techballnak a szövetségi kapitánya, és mondta, hogy csináljunk már valamit. És ugye a Bonyhádi Sportcentrum mindig vevő valami újdonságra, és Robi ezt megszervezte. Ugye ilyet még nem látott a nagy érdemű itt Bonyhádon, meg gyakorlatilag mi sem, hiszen eddig csak tévén láttuk ezeket a nagyszerű játékosokat, és most elkezdtük mi is, ugye egy amatőr tornát szerveztünk. Hát biztos, hogy a kilátogató, 200 néző biztos őket jobban fogja majd díjazni, mert azért nagyon sokat kell gyakorolni, viszont nagyon jó dolog, úgyhogy mindenkinek nagyon szívből ajánlom, nagyon jó technikát fejleszt, és gyakorlatilag így alakult ki ez az egész szervezés mára. Összesen 16 párost hívtunk meg, ugye ez egy meghívásos torna volt, gyakorlatilag az ismerőseinket, azokat, akik esetleg jóban vannak a labdával, ügyes, jó zsugások, azokat elhívtuk. És lehet, hogy ebből hagyományt is fogunk teremteni, mert a szövetségi kapitány úr mondta, hogy esetleg már egy bajnoki fordulót is lehoznának ide Bonyhádra, úgyhogy nagyon örülünk neki. Gyakorlatilag minden, ami új, amit még nem láttak itt a városban vagy a városkörnyéken, azt mi szívesen megszervezzük, és gyakorlatilag van rá igény. Az esemény célja a sport bemutatása, megszeretetése az emberekkel. A fő attrakció a gála meccs volt, melyet bemutatták, van létjogosultsága ennek a mozgásformának.